Múlt héten a 444 összeállítást közölte a postai dolgozók sanyarú sorsáról. Azzal, hogy több postahivatalt bezártak az országban, az ehhez közeli posták leterheltsége megnőtt. Ha a postán bármit hibázol, legyen az elfizetés, rosszul felvett levél, csekk, csomag, azért neked postás dolgozónak kell fizetni, írta az egyik alkalmazott. Nem ritka az olyan kézbesítő, aki háromnak a munkáját végzi. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a saját munkájának az elvégzése után kutyafuttában másik két körzetbe is kénytelen beugrani. Ilyenkor van az, hogy egy társasházban inkább bedobja az értesítést a küldemény érkezéséről a postaládába, és nem keresi meg az adott lakást, ahol persze joggal bosszankodnak. Most mehetek be a postára, pedig itthon voltam. A fizetés miatt sokan lázonganak, sokan a minimálbér közelében dolgoznak, ami jelenleg bruttó 232 ezer forint. Emellett sokan panaszkodnak arra, hogy nagyon kényelmetlenül érinti őket, hogy a szokott postai szolgáltatásokon túl lakás vagy életbiztosítást, állampapírt, sorsjegyet kell az ügyfelek nyakába sózniuk. Ezt ők csak tukmálásnak hívják, az ügyfelek sem szeretik. Mindezért nevetségesen kis jutalmak járnak, ha mégis sikerül egyet-egyet eladniuk. A portál szerint 60 ezer forint értékű csoki játék ajándéktárgy után 1000 forint, 200 ezer forint értékű csomag után 5000 forint jutalék jár a dolgozónak. Rendszeresen tukmálják a sorsjegyet, meg a különböző nyereményszelvényeket. Mesedévédé, plüssállat. Amikor be akarsz fizetni mondjuk egy csekket, és befizeted a csekket, akkor megkérdezi, hogy akarsz-e sorsjegyet, mondod, hogy nem akarsz sorsjegyet, akkor megkérdezi, hogy akarsz-e kenót. És akkor mondod, hogy nem akarsz kenót. Én nem értettem, mert azt gondoltam, hogy ez működik, és azért csinálják. Nem azért, mert elő lett nekik írva. Tehát azt gondoltam, hogy ő ezek után, hogyha ezeket eladja, kap jutalékot, és ez a jutalék, ez őt motiválja arra, hogy rákérdezzen ezekre a hülyeségekre. De hát úgy tűnik, hogy ezt neki meg kell kérdeznie. Tehát, hogy ez benne van az ő munkaköri leírásában, hogy ezt meg kell kérdezni mindenkitől, hogy akar-e kenót, meg sorsjegyet, meg mi egyebet. Ez a borzasztó benne, hogy a posta ebben a tekintetben, hogy nyomja ezt, forszírozza az értékesítést, ebben kicsit úgy működik, mintha valami ilyen ordinári multi lenne. De már abban, hogy az értékesítőt nem fizeti meg, abban meg ugyanaz a tróger magyar állami vállalat, amelyik nem fizeti meg azt a szerencsétlent, aki a pofán pályáról lejegeti a bört minden alkalommal, amikor tukmálja rád azt, amit nem akarsz megvenni, mert nyilvánvalóan a postára ha kenót akarsz venni, akkor bemész és azt mondod, hogy jó napot, kérek egy kenót. Ha meg egy levelet akarsz feladni, akkor azt mondod, hogy itt van ez a levél belföldi ajánlott elsőbségivel. Érted? Szóval, hogy nem vagy hülye. Oda mész és egy szolgáltatást akarsz. Nem vagy hülye, mert az emberek ráadásul nem is veszik meg ezeket a fosokat. Nem egyébként, mert nem jók valószínűleg, vagy nem relevánsak, de mondjuk egy üdítő lehet releváns. Azért az impulzus vásárlás intézménye működik. Nem véletlenül nagyon hasonló termékek vannak minden kasszánál. Ez a rágó, üdítő, nem tudom, posztit, ceruzaelem, annyira ez a ez kimaradt, akkor ebből veszek egyet. Most ezekkel lehet operálni, de egy mese DVD az nem ilyen termék. A sorsjeggyel való felülütése a kosárnak, amit éppen teljesít, az nem igazán irreleváns, csak mondjuk az tudod, hol működik? Ha én bemegyek lottózni, és megkínálnak egy kenóval, az releváns. A postán egyszerűen nem tudom, hogy mi lenne az, ezért gondolom, hogy sokkal inkább így a napi komfortomhoz hozzájárulnának, és akkor megint a rágó üdítőnél vagyunk, akkor hát több esélyük lenne. Ugyanakkor én ezt meg méltatlannak gondolom ezekkel az emberekkel szemben. Tehát én mindig türelmesen végig mosolygom. Szerencsétlen pénzért, amit kap ezért. Igen, mert azért aki postára megy el dolgozni, az nem egy ilyen értékesítő vénájú ember, aki azt mondja, hogy ne tudjátok meg, hogy az plüss állatgyártó cégek be fognak dőlni annyi a termeléstől, annyit fogok én itt eladni, hanem ő szeretne egy jól körülhatárolt, biztos munkahelyet, hajlandó ezért nem egy olyan
nem egy olyan hú, de versenyképes fizetést felvenni, de le van írva, hogy ekkor kell bejönni, ekkor zárunk és mehetsz haza, ez a feladatköröd, ráadásul még be is öltöztetik őket ilyen szép ruhába, hogy jobban elhiggyük, hogy nem fogják felbontogatni a postánkat, tudod, az egyenruha az mindig valami bizalomnövelő, nem arról van szó, hogy itt tintapacák fognak menni a bőrükre, ami kikezdi a hámsejtjeiket, ez nem úgy munkaruha, hanem ez ilyen tüchtigeskedő munkaruha. Szerintem kellemetlen, nagyon sok emberkontaktot kell végigülniük úgy, hogy nem feltétlenül a szívügyük, hogy egy nap 500 emberrel biológianak, és ezeknek egy jó része valószínűleg panaszos, problémás, vagy ha valaki problémás, akkor a mögötte érkező majd azt megint a postásnak fog panaszkodni, és ezek között a körülmények között az az elvárás, hogy ő legyen egy ilyen ügyeskedő, balatoni, trafikos mentalitású ember, aki a gumisejtőernyős műanyag bábú mellé még egy kacsintos pénztárcát el tud nyomni. Kicsit ilyen aluljáros tempót behoz. Mm. 2006-2007 táján beszélgettünk még a Pont FM rádióban Mihály Péter közgazdásszal, neoliberális közgazdásszal, aki a Gyurcsány kormánynak valamiféle szakértője volt akkoriban, aki kifejezésre juttatta nekünk, hogy Magyarországon nem életszerű az a struktúra, melynek a keretében itt mindenféle falvakban postahivatalok üzemelnek, ezeket a postahivatalokat be kell zárni, ezek nem tudják magukat fenntartani. Felmondta nekünk ezt a neoliberális krédót. Ezek a vasútvonalak, egyszerűen nem senki nem jár már le ezekbe a falvakba, ezeket a falvakat is kvázi... Ezek az orvosi rendelők, ezek az iskolák. Igen, nem. Hát, ez a tisztaság. Ezek a közszolgáltatások, ja. Olyan helyeken, ahol nem éri meg. Hát ő közgazdaságilag levezette azt, hogy a magyar állam jelenléte postahivatalok által, óvodák, iskolák által, rendelőintézetek által, önkormányzati hivatalok által, úgy általában a magyar állam jelenléte a kis településeken továbbá nem fenntartható, mert ez is csak egy gazdasági kérdés. Ez nem a magyar állam étoszához, vagy a magyar állam önképéhez, vagy a magyar államnak a társadalomhoz való viszonyához tartozik, hanem ez is egy közgazdasági számítás tárgya. Ha ez nem éri meg, ha ez mínuszos, akkor ezeket igenis föl kell számolni, mert nem fenntartható. De akkor a BKV-t is ezek szerint. Tulajdonképpen nem, a BKV-t nem, mert Budapest egy nagy város, ahol a BKV igenis tud profitot termelni, vagy legalábbis fent tudja magát tartani, de a kis településeken igen, a tömegközlekedést is föl kell számolni, járjanak biciklivel, vagy járjanak autóval, ha tudják, ha megtehetik, ha képesek rá. Ha nem, akkor meg költözzenek fel a legközelebbi nagyobb településre, ahol még van posta, ahol még van üzlet, ahol még jár a tömegközlekedés. És tulajdonképpen Mihály Péter akkor 2006-2007 táján elmagyarázta nekünk, hogy a kis települések nem fenntarthatók, a kis településeket fel kell számolni. És akkor így visszahőköltünk ebben a beszélgetésben, hogy úristen, valahol felsejlett a nemzeti radikális földindulásnak a képzete. Valahogy felsejlett az, hogy ha ezek még tovább, még akár pár éven keresztül még tovább itt vannak, akkor valami olyasmi fog történni az országgal, mert a mi vérünk is felforrt, amikor ezt hallgattuk, hogy valami olyasmi fog történni az országgal, ami beláthatatlan, és megtörtént. És megtörtént a nemzeti radikális földindulás, megtörtént a NER országfoglalása, és most mit látunk? Ugyanezt. Ugyanaz a neoliberális politika teljesül, ugyanúgy építik le, csak most nem mondják ki. Tudod, nem vágják a pofánkba. Ennyi a különbség, hogy a ma Mihály Péterei, azok sunyiban egymás közt intézik ezt a dolgot, és nem, tudod, nem hencegnek el vele a pofánkba, hogy hát ezek kis települések, hát nagyon sajnáljuk, ezek nem tudják magukat fenntartani. Úgyhogy ezeken a helyeken elképesztő bázisa van ennek a kormányzásnak. Hát igen. Na most itt bejön a képbe a Naomi Kleintól ismert sok terápia, vagy sok doktrina, ami ugye a mostani kormány is, aki egyébként, na, itt két dolog is van, tehát az egyik az, hogy ugyanazt csinálja, a másik az, hogy folyamatosan ügyel arra, hogy azt, hogy őt mi hogyan nevezzük, azt ő határozza meg. Tehát az a narratíva, hogy mi a kormányra hogyan hivatkozunk, hogy mondhatjuk-e rá azt, hogy neoliberális, ezt ő határozza meg azzal, hogy folyamatosan ordítja a pofánkba a lyukas trikolorral a kezében, a kokárdájában, a nagy bajuszával, hogy ő nemzeti. És akkor nem tudod azt mondani, hogy neoliberális, hiszen ezek ütik egymást, de valójában látjuk, hogy amit csinál, az neoliberális.
És a másik dolog, hogy a sok doktrina, amire az előbb hivatkoztam, hogy jön egy Covid, akkor eszelős dolgokat meg lehet csinálni. Akkor az egészségügyben lehetett látni, hogy minden ki lehet üríteni a kórházak 30%-át, be lehet zárni, össze lehet vonni, tehát ilyen nagyon nagy dolgokat meg lehet. Igen, de aztán igen, de nem sokkal később föl kellett emelni majd már az orvosbéreket. Tehát azért, igen, tudod, annak a leépítésnek ugyanaz lett következménye, mert ott ők érzékelték az endülés szelét, és megelőzték egy nagyobb béremeléssel. Most ugyanezek az energiák áttevődtek az oktatási szektorba. És most ugyanez a postával, amikor megint csak van egy válság, benne taposunk egy válságban, ugye energiakrízis van, akkor rögtön azt lehet mondani, hogy na bezárjuk az összes olyan postát, aminek túl sokba kerülne a fűtése, és akkor összevonjuk, átvezényeljük, stb. Stb. És ez a nemzeti politika. Igen, és ők most mindig tudnak valamire mutatni, tehát akkor az a neoliberális rendszer, amit az MSZP-SZDSZ kormányok csináltak, az ezt nem feltétlenül válságban csinálta nekik, ez volt így a kifelé kommunikált stratégiájuk része, hogy észszerűsíteni kell gazdaságilag az országot. Ez a kormány meg ezt sunyiba csinálja, úgy csinál, mintha egyébként nem ez lenne, mert neki ugyanez az alapja. Hát lehet látni, ahogyan a multikat támogatják, hogy ezerrel, amikor bármi olyan nagy infrastruktúrális kérdés van, akkor rögtön héjaként repülnek rá, hogy kiszívják belőle a lehető legtöbb pénzt. Tehát az autópályaépítések, a vasútépítések, amiket most már teljes egészében lőrincék fednek le, minden ilyenen látszik, ugyanaz a nagy tőke szolgálata zajlik. Legfeljebb ennek a nagytőkének egy része nemzeti, de az a nemzeti úgy nemzeti, hogy offshore paradicsomokba viszik ki ezeket a pénzeket. Jaj, de nemzeti. Ugyanúgy nem adóznak, tehát ugyanúgy offshore lovagok, mint amivel annól az SZDSZ-eseket támadták. Visszatérnék a konkrétan a postára. Én a postánál már tényleg évtizedes tapasztalatom az, hogy amióta megjelentek a nagy futárcégek, és azok folyamatosan piacot nyertek vagy szereztek, a postánál mintha egy tudatos lerohasztás zajlott volna, mintha az lett volna a koncepció, hogy a posta az veszítsen teret, hogy az szoruljon vissza, hogy az legyen egyre kisebb szereplője a piacnak, miközben óriási előnyen indult, hiszen egészen elképesztő méretű infrastruktúrája van a mai napig. De ez kénytelen is elszenvedni, tehát tényleg egy csomó mindent el tudsz elektronikusan intézni. Mondjuk csekkel sorban állni, az tényleg időpocsékolás, csak még élnek emberek, és 20 évig ez még így lesz, akiknek ez a természetes módja, és nehezebben állíthatók át, avagy nem fognak átállni, az ő kedvükért nyilván kell valamilyen változtatás, mert nem tudja befizetni a rezsiszámláit, ha nincs egy postahivatal. Levelet biztos, hogy kevesebben küldenek. Én 3 évvel ezelőtt hetente járkáltam a postára, most meg évente 2-szer megyek, de mondjuk ez speciál én vagyok. Viszont nem ugyanúgy néznek ki a régi postahivatalok meg az újak. Amikor a Mamutban kinyitott az a Hodály nagy posta, ahol egyébként tök gyorsan el tudom intézni a dolgomat, ott egy külön shop van, és kevesebbnek éreztem a tukmálást, és nem volt kiállítva annyi plusz állat, meg mese DVD, és azt hittem, hogy akkor ebbe az irányba megyünk, és csak a régi ilyen Jockey Ewing irodalambériás postahivatalokban próbálják magukat ezekkel fenntartani, de egyszerűen nem értem, hogy akkor ez nem egy egységes irány. Robinak igaza, hogy nem kell ebből profitábilis legyen. Onnantól, hogy a postai szolgáltatásokat liberalizálták, úgy, mint az áramszolgáltatást vagy a telekomot, innentől bárki indulhat kvázi privát posta cégként, és onnantól kezdve ez a szolgáltatás meg kell álljon a lábán. Talán az volt az embertelen, hogy liberalizálták, hiszen egy nagyon alapszolgáltatás árai fognak ettől felmenni. Mint ahogy megint csak MSZP-SZDSZ kormány talán az utolsó alatt volt az, hogy a KOK-ék be akartak szállni a Volánbusznak azokba, arra az üzlet részére, ahol nagyvárosok közötti távolsági buszközlekedés van. Tehát nem akartak lemenni arra a szintre, ahol a kisfalvak között ugye 2 darab marininit kell elszállítani per nap, hanem arra a szintre akartak, ahol Miskolc-Budapest között naponta, mit tudom én, 50 000 embert kell busszal szállítani, aminek rohadt nagy piaci értéke van, és ők azt akarták, hogy ezt nyissák ki számukra, hogy oda be, azt hiszem az Orange-nak hívták a KOK-éknek a cégét, oda bejönnek, és akkor lekaszálják azt a részét a Volánbusz piacának, ami profitot tud termelni, meghagyva neki ami azt, eltartja amivel, a kicsiket is. Értem. Igen, ami lehetővé teszi azt, hogy Mari néni is bejusson Máté Szalkára, nem tudom honnan. A fideszes elit nem politikai tartalmi tanulságokat vont le a
gyurcsányista elitnek az országlásából. Nem az volt a következtetés, hogy az ő politikájukkal szakítani kell. Kommunikációs következtetéseket vont le. A kommunikációjukkal szakítottak. Valójában itt nem a... Azt szeretnénk látni, hogy 2010-ben megváltozott Magyarország politikája. Sok tekintetben valóban változott Magyarország politikája, nem pont 2010-ben, de az alatt a 2010-et követő évtized alatt Magyarország a nyugatos külpolitikáját átfordította egy keleti nyitássá. Számos változás tapasztalható, de gazdaságilag, szociálisan, gyakorlatilag nincsen változás. Szerintem fel is gyorsult. Hanem az... a kommunikáció. Két dolog a különbség. A Gyurcsány az egészségügyi rendszer privatizációját 1-2 év alatt akarta megcsinálni, Orbán Viktor meg 10-20 év alatt csinálja meg. Ez például egy különbség. Ugyanazt csinálják, de Orbán Viktor sokkal lassabban, és ezáltal, tudod, lassan melegíti a béka alatt a lábost. Na, ha gyorsan fölmelegíted, de a Gyurcsány csinálta, a béka kiugrik a lábosból, ez történt. Orbán Viktor nem követi el ezt a hibát, és lassan melegíti a lábost. Most a következtetés az az, hogy nem a neoliberalizmussal volt a baj, hanem a neoliberalizmus bevallásával, a neoliberalizmussal való arrogáns kérkedéssel, hencegéssel. Kóka János volt ennek a szimbóluma, aki belevágta a pofánkba, hogy hát igen, ami nem tudja kitermelni a saját működési költségét, arra az államnak nincsen szüksége, az állam is csak úgy működik, mint egy vállalat, hogyha nem profitábilis, akkor azokat a szektorokat, vagy azokat a szolgáltatásokat igen is le kell építeni, és a magyaroknak a vérük felfort valóban. Nagyon beszédes, hogy jelenleg Kóka János Orbán Viktor oligarchiájának az egyik pillére együtt utazgat kormánydelegációkkal. Bizony, diplomata útlevéllel ez a gazember Kóka János. Csak egy van megmondva a Kókának. Keresd a pénzt. Mi segítünk neked üzletelni. De te soha nem nyilatkozhatsz a mi nevünkben, te soha nem fejezheted ki a mi összetartozásunkat, és akkor megengedjük, hogy a te személyedben, János, a Gyurcsánynak is legyen egy strómanja, a Gyurcsány Ferencnek is lehessen egy Mészáros Lőrince.